Üdvözlöm Önöket, folytatódik a napi aktuális, méghozzá sporttal, atlétikával. Szűk egy hete kezdődött az atlétikai világbajnokság, és ma egy fantasztikus szám látott napvilágot. Nagyon úgy tűnik, hogy megdől a rekord, minden idők legnézettebb szabadtéri atlétikai eseménye lehet a budapesti, több mint 1 milliárd nézővel. Emlékeznek még rá, hogy milyen komoly kritikákat kapott? Például arról, hogy mennyibe kerül, hogy 70 milliárd forint a költség. Na de 130 milliárd forint lesz nagyjából az a haszon, amit hajt. Nézzük meg tételesen, hogy pontosan ez miből származik. Ugye egyrésztről ezek a társadalmi hozadékok még a eladott 300 ezer jegyet az atlétikai világbajnoksága. 340 ezer vendégészakát teremtett, amelynek 70%-át külföldiek vették igénybe, 70%-át, tehát 30%-ában magyarok. 103 országból érkeznek vendégek, 103 országba viszik el Magyarországnak a jó hírét, lesz téma az, hogy milyen jól szervezte Magyarország, milyen gyönyörű ország. Körülbelül 8,3 milliárd forintot költenek a külföldiek itt el Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ebből a kisvállalkozások, a taxisok, az éttermek, a boltok fognak részesedni. És annak fényében, hogy holnap lesz az a nap, amikor kilép a világbajnokság a stadion falai közül, és a maratonfutással Budapest leggyönyörűbb helyszínein fogják végigvinni a nézőket, annak fényében kell értelmezni azt a számot, hogy 1 milliárd televízió nézőhöz fog eljutni az atlétikai VB, és nagyjából 3 milliárd ember értesül az eseményről, így vagy úgy az interneten keresztül. És akkor nézzük a hosszú távú társadalmi hatásait, ugye maga a beruházás munkahelyeket teremtett. Barna mezőből zöld oázis, ugye egy elhanyagolt ipari területből lett egy olyan gyönyörű, felújított sportolásra alkalmas terület, amelyet a budapestiek használhatnak évtizedeken keresztül. Nagyon komoly közvetítési bevételeket generált. Turizmus, kiskereskedelem, és ott van a jó közérzet, a sportolási kedvnek a növekedése. Elég, ha csak belegondolunk a hétköznapi hősök programba. És a hétköznapi hősök mellett vannak nem hétköznapi hőseink is, ők az atléták. Zsíros Mihály kollégám ma délután a gátfutó Kozák Lucával készített interjút. Szervusz, köszöntöm a napi aktuális nézőit. Hetedik napjához érkezett a budapesti atlétikai világbajnokság, és a délelőtt folyamán két magyarnak is szurkolhattunk. Az egyikük Fekete Fédra, ő a magasugrás selejtezőjében volt érdekelt. A fiatal atlétanő sajnos nem jutott tovább, de óriási tapsot kapott, és tényleg meg is érdemelte, és a karrierjében ez még egy óriási löketet jelenthet. A másik magyar, Herceg György volt a gerelyhajítás selejtezőjében. Sajnos ő sem jutott tovább, pedig korábban országos csúcsot dobott, illetve megnyerte a junior Európa bajnokságot, de ő is minden dicséretet megérdemel, és hatalmas löketet jelenthet neki ez a hazai budapesti világbajnokság a karrierjében. Aki már szintén túl van a versenyen, na nem ma, hanem már korábban, ő Kozák Luca, aki élete egyik legjobb futásával az összesítésben 13. helyen végzett 100 méteres gátfutásban, itt is áll már mellettem. Szia Luca, köszöntelek. Mindenki azt meséli, hogy lépten nyomon megállítják, és rengeteg közös fotót kérnek. Neked is ennyien gratulálnak? Igen, tegnap bejöttem a stadionban először nézőként, és 5 métert kb. 15 perc alatt tudtam megtenni, de nyilván ez egy hatalmas nagy élmény, és ez a legnagyobb probléma, hogy ennyien szurkoltak, és ennyien szeretnének velem közös képet, hiszen ez is egy hatalmas nagy élmény nekünk. Most is rengetegen integettek. Van esetleg olyan kedvenc üzenet vagy történet, amit megosztasz itt a nézőkkel? Ez egy kislány küldött nekem az apukájával, aki a VB-n dolgozik, egy üzenetet, hogy hajrá Kozák utca, és az ott várt a kórumban a selejtező után, és ez tényleg nagyon meglepődtem, és így meg is hatódtam, és otthonról folyamatosan ért az apukájának, hogy mikor futok, szeretne már látni, úgyhogy tényleg köszönöm szépen neki, nagyon, nagyon meghatódtam. Valóban csak szuperlatívuszokban tudunk rólatok beszélni. Mit jelenthet ez a kiemelt figyelem neked, a többi magyar atlétának, vagy így összességében az egész magyar atlétikának? Azért nem szoktuk meg ezt a hatalmas nagy figyelmet, és tényleg nagyon jó érzés, hogy olyan emberekhez is eljutunk, akik eddig nem is tudták, hogy mi az atlétika, nem is tudták azt, hogy kik az a magyar atléták, és én nagyon bízom benne, hogy ez nagyon sok fiatalt fog motiválni, hogy kezdjen el sportolni, valamint a továbbiakban is nagyon sokan követni fognak minket, és szurkolnak akár jövőre Párizsban. Ugye nem csak egy világbajnokságot rendezünk most, hanem ennek emiatt kellett építeni itt egy vadonatúj nemzeti atlétikai központot, illetve egy melegítő pályát. Ez mit jelenthet nektek? Ugye nem is volt még ilyen borítású, mondóborítású pálya Magyarországon korábban. Igen, igazából a mondópálya külföldön nagyon sok helyen van, tehát én rengetegszer futottam rajta, mindig megkapom a kérdést. Azért jó, hogy van egy
otthonunk, ahova majd tudunk jönni versenyezni. Nyilván ugye ez hiányzott, hiszen nagyon sok fiatalt azért motivál az, hogy egy ekkora stadionban tudott akár az országos bajnokságon rajtoz állni. Ráadásul ugye itt, hogyha jól tudom, a legutóbbi információk szerint majd egy panoráma futókör is épül, így az amatőrök és a profik együtt edzhetnek, és az amatőrök egyfajta motivációként ugye láthatják a legjobbakat, a szuperhősöket, a szupersztárokat. Ez mit gondolsz, hogy egy jó megoldás, hogy nektek is egy motiváció lehet? Szerintem ez nagyon jó megoldás, hogy próbálják az amatőr és a profi sport összemosni, hiszen azért egymást motiváljuk, és ez nagyon jó ötlet, hogy a stadion lebontása után lesz egy futókör, amit bárki használhat bármikor. A versenyed óta volt már időd egy picit itt körbenézni, van itt szurkolói zóna, vagy esetleg szurkolni a többi honfitársadnak? Én itt konkrétan most járok először, tegnapi napon megnéztem a versenyeket, nagyon jó versenyt hozott a női 100 gázbi, a férfi távolugrás, úgyhogy most ezt a pár napot kielvezem tényleg, de azért a szezonnak még nincsen vége, egy-két versenyt meg fogok csinálni, úgyhogy hogy igazából folytatódik a munka nem sokára. Tegnap Femke Bolla, a női 400 gát győztese azt mondta, hogy ez a leghangosabb szurkolótábor, óriási tapsot kapott ő is. Most te kinek szurkolsz majd a legjobban, milyen számokat vársz még? Nyilván a sprint számokat nagyon szeretem, mind a két 400-as váltó, szerintem nagyon nagy izgalmakat fog hozni, valamint a nő és a férfi 200 méter, ami azért nincsen lefutva, főleg a női 200 nagyon-nagyon szoros lesz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Lesz még egy pici pihenőd? Mi a terv? Mondtad, hogy ugye versenyzel még, remélem, hogy azért majd lazítani is tudsz. Körülbelül még két hét itt tart a szezon, körülbelül 3-4 versenyem lesz. Úgy érzem, hogy jó a forma, és nem tudtam mindent kérni magamból a közédöntőbe, úgyhogy bízom benne, hogy egy jó időre elmakad valamelyik versenyen, hiszen a forma az nem megy el ilyen gyorsan, kicsit mentálisan kell majd összeszednem magamat. Én ma már edzettem, holnap is edzeni fogok, úgyhogy igazából hétfőtől visszáll a napi rendünk. Kozák Lucának köszönjük, nagyon szurkolunk a további versenyeidhez. Most pedig itt az esti programban a női, illetve a férfi 400-as váltókat láthatjuk mindenhol magyar indulóval, illetve Kéri Biancának szurkolhatunk a 800 méter előfutamában, a szó a stúdiójé.